Ilyen sárga színű táblákat helyeztek ki a Mártírok útja és a Klébertbek-Kuno utca kereszteződésénél, a Szent István körútnál, a Kuruc körútnál, valamint az 5-ös számú főútnál. Azonban sokan nem, vagy csak későn veszik észre a jelzőtáblákat, és behajtanak a lezárt útszakaszhoz. Ez az autós is kénytelen volt visszafordulni, ugyanis nem látta a táblákat, amelyek a lezárásra figyelmeztetnek és a kijelölt terelő utat jelzik. Az egyik tábla itt a Szent István körútnál fák takarásában van, míg egy másik kereszteződésben tábla ugyan van, de elkerítve nincs a terület, vagyis aki figyelmetlen, be is hajthat egészen a munkaterületig. A vasúttársaság felújítási munkálatai miatt egész héten útlezárásra lehet számítani az átjárónál. A teljes útlezárás ideje alatt az 5-ös számú főút, Mindszenty körút, Mártírok útja felé a kijelölt terelő útvonalon közlekedhetnek a gépjárművek, a terelő utat sárga színű útjelző táblákkal jelölték. A hármas jelzésű helyi járatok az 5-ös főút, Klebensberg-Kuno utca, Mártírok útja útvonalon közlekednek a lezárás ideje alatt. A felújítás során az átjáróba korszerű, nagy teherbírású, az igénybevételnek megfelelő úgynevezett stria gumielemes burkolatot építenek be. Az itteni rekonstrukciók várhatóan vasárnapig tartanak. A vasúti személyszállítást is érintik a pályafelújítások. A Budapest-Szeged vonal Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszán hétfőn és kedden végeznek pályakarbantartást. Emiatt módosított menetrend lesz érvényben, és az utasoknak vonatpótlókra kell átszállniuk az említett szakaszon. A Kecskemét és Városföld, illetve Kecskemét és Lakitelek közötti szakaszon augusztus 14-től 16-áig lesz karbantartás. Itt három napig vonatpótlóbuszok járnak.